Sok szeretettel köszöntöm Ballagó diáktársaimat, a gyerekeikre büszke szülőket, nagyszülőket, tanárainkat, diáktársaimat és minden megjelent kedves vendégünket. Külön tisztelettel köszöntöm Kőszegi Zoltán polgármester és a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, volt tanárainkat, az intézmény dolgozóit. Megkérem a búcsúzó nyolcadikosokat, hogy adják át iskolánk zászlaját a méltó utódoknak, és kössék fel szalagjukat iskolánk zászlajára. Eljött ez a nap is. Már búcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tanáraitoktól és tőlünk. Itt maradó diáktársaitoktól is. A jó iskola két dolgot adhat útravalón a diákainak. Gyökereket és szárnyakat. Ahol az ember egyszer gyökereket elvesztett, ahonnan a legmélyebb önmaga származik, ott mindig biztonságra, otthonra talál. Ez az iskola volt, második otthonatok, hosszú éveken keresztül, jelentsen már gyökeret, egy életen át. Szárnyaitok is megerősödtek e 8 év alatt. Próbáljátok most ki őket, röpítsenek magasra titeket. Váljatok tudósokká, jó szakemberekké, legyetek sikeresek, dolgozzatok becsületesen, és soha ne feledkezzetek meg arról, honnan indultatok, hol vannak a gyökereitek. Kívánok az új úthoz magam és diáktársaim nevében sok sikert, szorgalmat és hitet. Aj, tento deň prišiel. Dnes sa rozlúčite s vašou milou školou. Rozlúčite sa od učiteľov a tu ostávajúcich žiakov. Dobrá škola môže poskytnúť žiakovi dve veci na cestu životom, korene a krídla. Tam, kde človek vypustie svoje korene do zeme, odkiaľ vyviera jeho najbližšie ja, tam nájde bezpečie svoj domov. Dlhé roky bola táto škola vašim druhým domov, nech vám znamená po celý život korene. Za tých 8 rokov sa vám posielili aj krídla. Vyskúšajte si ich, vzlietnite vysoko. Staňte sa vedcami, dobrými odborníkmi, buďte úspešní, pracujte
svedomito a nikdy nezabudnite na to, kde sa začínali, kde máte svoje korene. V mojom a v mene spolužiakov vám k novej ceste prajem veľa úspechov, sily, usilovnosti a vieru. Addig szép az életed, míg te akarod, de a boldogsághoz mindig legyen akaratod. Tégy fogadalmat, hogy szomorú sosem leszel, s ez akkor se feled, ha egyedül leszel. Hisz annyi minden történik veled. Megszülettél, felnősz és öreg leszel. De ne várd a csodát, mert nincs. Élj inkább a mának, mert az élet nagy kincs. A boldogság nem hullik az égből. A boldogságért küzdeni kell. A boldogságnak sokszor nagy az ára, s az ember nagyon lassan éri el. Csak az lehet az életben boldog, akiben a szeretet benne él, aki megtalálja élete célját, aki szüntelenül hisz és remél. A Ballamon 8. osztályosok műsora következik. Jobb vagy Károly, búcsúzó. Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított, s védett, hogyha kellett. Így cseperedtünk szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharban vitt minket féltve, szinte karban. Lelkünket mentve, fedve sokszor, óvott jövendő záboroktól. Volt otthonunk, és legtöbbünknek anyánk, apánk, ki kísért minket. De amit ők nem tudtak adni, azt kaptuk 8 év alatt mi. Bárhová nézünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, ahogy hosszú, pár éves múltunk alatt azt itt megtanultuk. Feledheti anyát a gyermek? Álmában új életre kellnek, s öreg korban is fényben állnak, gesztusai elmúlt szavának. Épp így mi is már mindenképpen, magunkba zárva, rejtve, szépen visszük azokat, akik szeretnek, s emlékét derűs reggeleknek. És pajzsként emeljük, hogyha zordul, kínoknak kardja, ránk csikordul, mert az a pajzsunk, az a vértünk, mit itt tanultunk, s végigéltünk. Tisztelt igazgató úr, tanáraim, kedves szülők, vendégeim, diáktársaim! Azt hiszem, életem egyik legnehezebb feladatának bizonyult a ballagási beszéd megírása, hiszen minden végzős nevében kell búcsút vennem iskolánktól, tanárainktól, diáktársainktól és a sok eseményektől, amely ennyi éven át kitöltötte mindennapjainkat. 8 évvel ezelőtt, mikor édesanyám kezét fogva beléptünk ebbe az épületbe, tele voltunk félelemmel, bizonytalansággal. Izgultunk, hogy a barátságos óvoda után mi vár itt ránk. De hamar megbarátkoztunk a tanítónénikkel. Megismertük az iskolai életet, a tanulást. Megtanultuk az olvasás és írás tudományát, a számok rejtelmeit. Nehéz, de egyben izgalmas évek voltak ezek. Majd a felső tagozat következett. Ahány tantárgy, annyi új tanár. Csupa érdekes órák, történelem, kémia, fizika. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk. A mai nap rólunk szól, nekünk állnak sorfalat, a mi kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Ezen a napon utoljára hallottuk az iskola csengőjét, utoljára vagyunk így együtt az iskola udvarán. Mennyi szép emlék kavarog most a szívemben, legyen az nemzetiségi hét, Korson, Rákóczi hét. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk egyik szakasza. A napokban éreztük csak át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk eme falak között. Búcsúzunk tanárainktól, osztályfőnökeinktől. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. Ezért köszönetet mondok magam és diáktársaim nevében osztályfőnökünknek, felkészítő tanárainknak, a sok türelemért, a segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Ígérjük, hogy az itt megkapott útravalót a legjobb képességeink szerint fogjuk kamatoztatni. Kedves diáktársaink és hetedikesek, most hozzátok szólok. Köszönjük, hogy a mai napot ránk szántátok. Nagyon jó érzés látni a szépen feldíszített iskolát, a gazdagon elkészített világjáró batyukat és virágokat. Köszönjük nektek az együtt töltött vidám perceket. Őrizzétek meg iskolánk hírnevét, adjátok tovább hagyományainkat. Utoljára szüleinkhez szólok. Nehéz most a szavakkal játszani, olyat mondani, amit kell, ami szép, s valami olyat, ami örökre megmarad mindenkinek.
hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni is lehetetlen. Hálásak vagyunk nektek, hogy felneveltetek, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Köszönettel tartozunk nektek, hogy mellettünk álltatok. Lehetővé tettétek nekünk, hogy ebbe a nagyszerű iskolába járhattunk. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy türelmetek, támogatásotok mindig elkísér bennünket. Soha nem feledjük el, hogy a Dabasi II. Rákóczi Ferenc általános iskola tanulói voltunk 8 hosszú éven át. Adi Endre soraival búcsúzunk. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Csak álom volt a szép diákvilág. S mint a fecske, alkonyati szélben, a szárnyat bont egy sereg diák. Vázsonyi pedagógyi zbor, Vázsonyi Roicsia, Milézsiáci. Svetával meszatuták, ako už mnoho rokov predtým. Vždy odtiaľto odchádzali triedy u osmákov, a dnes tu stojíme my a už sme počuli tú úplne posledné zvonenie pre nás v tejto škole. Veľa pekného sme spolu prežili. Dlho sme chodili do školy a stretávali sme sa. Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký, dostať sa na strednú školu. Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Určite budeme ešte dlho čerpať zo základov, ktoré sme tu dostali. Zmenili sme sa na sebavedomých žiakov našej školy. Je ťažké lúčiť sa. Bolo to naozaj krásne obdobie. Naučili sme sa vážiť si priateľstvo, lásku i porozumenie. Počas rokov na základnej škole si každý z nás nasiel cestičku, ktorú prechádzali z ročníka do ročníka. Boli to naozaj časy plné radosti, šťastia, ale náročnej driny. Chceme sa poďakovať hlavne za trpezlivosť a za snahu naučiť nás aj to, čo nám dlho nešlo do hlavy. Učilo sa nám to celkom dobre. Létai Lajos vezet az iskola. Becsuktam a könyvemet, elfogyott, nincs tovább. Csengők nem csengetnek, némák az iskolák. Az út a rétre megy, partokra kanyarog, ha hoznak a vénhegyek, billegek, ballagok. Becsuktam a könyvemet, s velem minden sora, akárhol is megyek, kísér az iskola. S minden olyan egyszerű, mi volt eddig titok. Beszélni kezd a fű, füvet, ha szólítok. Beszélni kezd a nap, napot, ha kérdezek, elmondja, mint halad, megmondja, merre megy. Mind megmondják nevük, fák, füvek, csillagok, rám köszönk egy begyősülögével a hold. Becsuktam a könyvemet, elfogyott, nincs tovább. Akárhol is megyek, kísér az iskola. Vážené dámy, vážení páni, milí rodičia, hostia, vážený učiteľský zbor, milí osmáci, nastal okamih, ktorý vám bude pripomínať vaše detstvo, čas prežitý na tejto škole a zároveň obdobie, ktorým sa prenesiete do mladosti. O mladosti sa hovorí, že je najkrajším okamihom života. Elérkezett az a pillanat, amely emlékeztetni fog benneteket a gyermekkorotokra, az ebben az iskolában eltöltött időre, amely pillanat segít visszatérni ifjúkorotokra. Azt tartják, hogy az ifjúság az élet legszebb időszaka. Természetes velejárója a szokástól eltérés, más utak keresése. Igen, el kell indulni minden útra, az embert minden úton várják. Nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra és a kalandra. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt hölgyeim és uraim, az út egyik meghatározó szimbóluma életünknek. Minden térben és időben zajló folyamat legelemebb jelképe. Az esendő ember útja kanyargós, viszont a kiválasztottaké, a királyi út egyenes. Az utakat sokáig nem érti meg az ember, csak lépked az utakon és másra gondol. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van. Elvezetnek valahová. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.
egyszer mindennek elérkezik a vége, és akkor búcsúzni kell. A búcsú egy nemes feladat. Fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől. Az elénk tároló úttól azonban nem szabad megijedni. Tudni kell az új út irányát, afelé fordulni, és meglátni a feltároló lehetőségeket, ahogy Nagy László mondta, törölj le könnyeid, kisírt szemedbe, mosoly legyen és derű, minden nap kezdődik valami nagyszerű, valami gyönyörű. Minden ballagú diákban él egy kép az első napokról, az első lépésekről, melyekkel a mára már jól ismert iskolai falai közé lépett. Mindannyian őriztek néhány emléket az első találkozásokról, az első benyomásokról. Szorongással, várakozással indultatok az úton, amelyen most egy útelágazáshoz érkeztetek. Ezek a percek, órák remek alkalmat nyújtanak arra, hogy gondolatban újra végigjárjátok az iskolai tantermeket, folyosókat és a számotokra kedves zugokat. Jegyezzetek meg minden részletet, a kövezet mintáját, a tábla színét, a folyosói dekorációt, a padfirkákat, és zárjátok ezeket a részleteket a szívetek azon csücskébe, amelyet a kellemes emlékek megőrzésére tartotok fenn. Vajon az itt eltöltött évek alatt megkaptátok a választ a kérdéseitekre? Vajon valóra váltak reményeitek, melyekkel érkeztetek annak idején ebbe az épületbe? A válasz bizonyára mindenki meg tudja önmagának válaszolni. De ne higgyétek, hogy csak a tanórákon tanultatok, illetve csak a tanórák nyújtottak számotokra ismereteket. Az óraközi szünetekben, a hosszabb, rövidebb vakáció alatt, a délutáni foglalkozásokon nagyon sok olyan érdekes ismereteket gyűjthettetek be magatoknak, amely hozzájárult a személyiségetek formálásához. Kialakultak igaz barátságok, diákszerelmek, megtanultátok, mi az, hogy versenyszellem, mi az, hogy összetartás, és hogyan kell kitartóan küzdeni a kitűzött célok eléréséért. Azt mondják, hogy az emlék, a tudás, a megszerzett tapasztalat az ember kincse, kiváltsága és megkülönböztető jegye. És ennek a kincsnek csak kisebbik részét alkotja az, amit a múltból sikernek tartunk, amire büszkék lehetünk. A nagyobbik rész a tévedések emléke, ami lehetővé teszi, hogy ugyanazt a hibát ne kövessük el újra és újra. Mi mást kívánhatnék most nektek, mint azt, hogy a sikereitek gyűjteménye számosabb legyen a tévedéseknél, hogy sokkal több mindenre gondolhassatok vissza a büszkeség, mint az okulás miatt. Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai között megszerzett tudás, az események sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete, elegendő éltető erőt adjon nektek a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez. Arany János gondolatával engedlek útnak benneteket. Legnagyobb cél pedig itt a földi létben embernek lenni mindig, minden körülményben. Kedves ballagó diákok, kedves szülők, hozzátartozók, szerető együttlévő közösség, tisztelt tanárok, kedves Judit, elbúcsúzó osztályfőnök, aki úgy tudom, hogy az első osztályát vezette kézen fogva a ballagásra, és hát előtte éveken keresztül gardírozta őket. Tisztelt igazgató úr, igazgató asszony, intézményvezető úr, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, köszönöm szépen a meghívást. Az egyik legszebb ünnep mindig egy iskolában és a város egész közösségében egy ilyen ballagás. Mindig jó szívvel érkezem ide, már csak azért is, mert 41 évvel ezelőtt én is ebből az iskolából ballaghattam el. Ezt tavaly elvétettem, tavaly csak 30-at mondtam, hát egy év alatt azért 11-et nem öregettünk, tehát igen, 41 évvel ezelőtt. És itt annyi szép gondolat hangzott el, annyi jó dolog, annyi emlékre
próbált rávilágítani intézményvezető úr is, és hát mindenki, aki eddig szólt, hogy mennyi minden halmozódik fel 8 évben. Engedjétek meg, hogy én annak a fontosságára hogy hívjam fel első között a figyelmet, hogy az itt szerzett barátság, az itt szerzett élmények valóban egy életen át elkísérnek minket, és hogy ameddig lehet ezekbe bele kell kapaszkodni, és ezekkel együtt kell élni. Becsüljétek meg azt a közösséget, amit együtt töltöttetek meg tartalommal 8 éven keresztül, sőt már azt megelőzően is, és törekedjetek arra, hogy az életetek következő szakaszában is amennyire legyen közöttetek kapcsolat. És mindig táplálkozzatok azokból a jó dolgokból, amiket itt kaptatok, amiket adtatok egymásnak, és amiket kaptatok az itteni tanároktól, az itteni közösségtől. Én bízom benne, hogy ebben az iskolában sok mindent magatokba szívtatok, ami alkalmassá tesz benneteket arra, hogy mindenkor tudjatok alkalmazkodni, mindig tudjatok másokat tisztelni és megbecsülni, és ti is méltóvá váljatok arra, hogy mások szeressenek és megbecsüljenek benneteket. Boldog felnőtté váljatok, sok örömötök legyen, sok sikeretek legyen, és majd 41 év után, a ballagás után egyetlen egy ne hiányozok közületek, sőt, még 70 év után sem. Ezt kívánom nektek szívből, Isten áldjon benneteket, boldog életet kívánok! Ezt a díjat iskolánk azon 8. osztályos tanulója kaphatja, akinek minden évben a tanulmányi eredménye legalább 4,8. Kiemelkedő a közösségi munkája, tanulmányi versenyeken, sportversenyeken vagy kulturális tevékenység területén kiemelkedő teljesítményt ért el. Ha a kritériumokat többen teljesítik, akkor többen is megkaphatják ezt a díjat. A Rákóczi díj egy díszes ezüstérme az idejében és könyvásárlási utalvány. Az elmúlt évek eredményei alapján a 2018-2019-es tanévben egy tanulón felállt meg a kritériumoknak. Példamutató magatartásáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, a szlovák nyelvből elért eredményeiért, a közösségi tevékenységekben nyújtott kiváló teljesítményéért Rákóczi díjban részesül Maeter Zsófia. Kiemelkedő eredményei. Szlovák nyelvvizsgaverseny 3. helyezés. Vízvilágnapra rajzpályázat 1. helyezés. Földnapja rajzverseny 2. helyezés. ECDL vizsga. Általános iskolai tanulmányi verseny 3. helyezés. Szlovák nyelvből komplex középfokú nyelvvizsgát tett. Gratulálom! A Jó Tanuló, Jó Sportoló díj elnyerésének kritériumai. Ezt a díjat iskolánk azon 8. tanulója kaphatja, akinek minden tanévben a tanulmány eredménye legalább 4,8. Kiemelkedő a közösségi munkája, tanulmányi versenyen, sportversenyen vagy kulturális tevékenység területén kiemelkedő teljesítményt ért el. A Jó Tanuló, Jó Sportoló díj egy diszoklevél, valamint egy trófa. A Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat Pásztor Sára kapja. Példamutató magatartásáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, a szlovák nyelvből elért eredményeiért, a szlovák nemzetiségi hagyományok ápolásáért és a közösségi tevékenységben nyújtott kiváló teljesítményért. Továbbá kiemelkedő eredményei. 8 évig úszott versenyszerűen a Várdai Fitness Centrumban több mint 30 érmet szerzett úszásból. 7 éves kora óta búvárkodik. 2 éve focizik a FC Dabasban védőként és középpályásként tevékenykedik. Szép magyar beszéd 2. helyezés. Kazinci szép magyar beszéd 3. helyezés. Dobreszlova szlovák vers és prózamondó verseny 1. helyezés. Spielmanki a Versovacski, szlovák vers és prózamondó verseny 1. helyezés. Az általános iskolai szlovák versenynek döntőjébe jutott. Sára szlovák nyelvből átutusú középfokú nyelvvizsgát szerzett. Gratulálok! Annyi mindent kéne még elmondanom,
villám tépte magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő. Mint a fáradt vándor, kiné már enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. Bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Mint a leszakított hallokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint porba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk,